Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros képviselőtestületi ülésünkön. Megállapítom, hogy képviselőtestületünk 8 fővel határozatképes. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Borbás Zoltán urat, a Jásznagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés alelnökét, alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, aljegyzőasszonyt, tisztelt képviselőtársaimat, intézményvezetőinket, gazdasági társaságunk vezetőit és a sajtó képviseletében megjelenteket, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Szénási urat. A mai ülést megnyitom, a meghívóban megküldött napirendi pontokra teszek javaslatot, kérdezem, hogy van-e valakinek a nyílt ülésre meg napirendi pont javaslata. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy fogadjuk el a napirendi pontjaink sorát, aki egyetért, kérem szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk a napirendi pontjainkat. Az első napirendi pont előtt megadnám a szót Borbás Zoltán alelnök úrnak, mondja el gondolatait. Köszönöm. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm szépen a lehetőséget polgármester úrnak, hogy szólhatok. Tulajdonképpen állandó meghívottként szívesen, és ha idő engedi, akkor nagy kedvel jövök a testületi ülésre. Ma is így van ez. Az apropója a mai látogatásomnak elsősorban az, hogy szeretném személyesen is meghívni a jelenlévőket a holnapi átadó ünnepségre a Dózsa György utca 14 szám alatti házhoz. Hát többször beszámoltam itt a testületi ülésen is arról a munkáról, amelyet a város vezetésével közösen a Líder Egyesületünk a ház megújítása és megmentése érdekében az elmúlt 3 évben kifejtett. Most már az első sikerhez is elértünk, és a ház valójában és teljes egészében megújulhatott. Ennek az ünnepe lesz holnap. Ha minden igaz, akkor a képviselőtestület tagjai kaptak erre meghívót. Ezúton is szeretném tisztelettel meghívni mindenkit, a jelenlévők közül is intézményvezetőket és a lakosságot is. Bárki érdeklődik az épület iránt, holnap egy tárlatvezetés keretében meg is lehet majd tekinteni. A műemlékvédelmi felügyelő Sisa Béla fog egy tárlatvezetést tartani. Teljes egészében nyilvános tehát a rendezvény. Úgyhogy szeretettel látunk mindenkit. Elsősorban erről szerettem volna szólni, illetve ha bármi olyan kérdés van, ami a testület részéről adódik, a város ügyeit vagy megyei szintű ügyet illetően, akkor készséggel állok rendelkezésre. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a meghívást és a tájékoztatást, mint a kérdések lehetőségét is. Akkor tisztelt képviselőtársaim, térjünk rá az első napirendi pontunkra, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Elég hosszú vagy nagy időintervallumot ölel át most ez a tájékoztató, hiszen júniusban volt a elmúlt időszakban a soros testületi ülésünk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy közben nem volt legalább 3 vagy 4 alkalommal testületi ülésünk, ahogyan ezt a pályázataink és egyéb közös ügyeink kívánták. A június 22-i ülést követően 24-én került megrendezésre az aratónap, amelynek kísérő rendezvényei voltak a birkafőzőverseny, fogadhajtóverseny és a pálinka mustra. A kilátogatók megtalálták az érdeklődésüknek megfelelő eseményt. Szervezés alatt álló projektjeinkről tárgyaltunk 28-án. A Hősök tere 7-es szám alatt épült új iskola bejárásán vettem részt 29-én. Jász Dózsa rendezte a Jász Világ találkozót június 30-ától július 2-ig. Baranyi Sándor polgármester úr felkérésére a nyitó rendezvényen a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnökeként köszöntöttem a megjelenteket. Színvonalas programokkal teli rendezvény együttes részesei lehettünk. A téli tüzelőellátásról folytattunk egyeztető tárgyalást július 4-én. Az egészségügyi és szociális területen dolgozókat köszöntöttük Pócs János országgyűlési képviselő úrral és alelnök úrral 6-án. Köszönjük az emberekért végzett áldozatos munkájukat. Július 12-én az előttünk álló időszak pályázati lehetőségeiről tárgyaltunk, szintén Borbás Zoltán Jásznagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés alelnökével és munkatársával itt a polgármesteri hivatalban. A folyamatban lévő pályázataink koordinációs megbeszéléseit tartottuk 18-án. Július 19-én indultunk 3 fővel Temerinbe, testvértelepülésünk magyar vezetőjének meghívására az illésnapi fogadalmi ünnepre.
A jársági rendezvút rendeztük meg 22-én a sportpályán. Köszönöm a szervezők és a fellépők, valamint minden segítőnek a munkáját. A közvilágítás fejlesztésének záró rendezvényét tartottuk július 25-én egy energetikai nap keretén belül. Köszönöm Borbás Ferenc cégvezető úrnak, hogy helyet adott a rendezvénynek a Rádiusz Színész Kft. Új telephelyén. Augusztus 3-tól 14-ig szabadságomat töltöttem. Augusztus 16-án adták át Szolnokon a vármegyei kitüntető díjakat az augusztus 20-ai ünnepség keretében. Jászapátiról a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei pedagógiai díjban részesült Pallagi Imréné képviselőtársunk, az önálló óvodai intézmény vezetője. Innen is szívből gratulálunk a kitüntetésedet. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szociális díjat kapott Baginé Gavaldik Lívia, a Jászapádi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ korábbi vezetője, jelenleg pszichológusként dolgozik az intézményben. Szintén tapsoljuk meg őt is. Augusztus 18-án a Jászfény Expo megnyitóján képviseltem önkormányzatunkat Jászfényszaron. A városi ünnepséget augusztus 20-án tartottuk államalapító Szent Királyunk és az új kenyér tiszteletére. Városi kitüntető díjakat adtunk át ezen ünnepség keretében, és szeretném felhasználni a televízió nyilvánosságát is, hogy elmondjam, kik kaptak díjat ezen a szép napon. Díszpolgári címben részesült Kladiva Imre nyugalmazott apát plébános úr. Jászapáti városért díjat kapott Kalmár Rozália, pedagógiai díjat Mihály Ferenc posztumusz, valamint Bíró Marianna. Közszolgálati díjat Pongó Ágnes érdemelte ki, szociális és egészségügyi díjat Boros Istvánné kapott, tűzoltó díjat ifjabb Nagypál Sándor, polgárőr díjat Nász Zoltán kapott. A Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány elszármazottak Jászapáti díját dr. Berdó Éva gyermekorvos érdemelte ki. A Kamiliánus közösség is ezen a napon két fiatalt díjazott, Szent Kamil díjat adományoztak Mihály Ábel és Mihály Gellért személyében fiataljainknak. Az ünnepséget megtisztelte Temerin testvér településünk küldöttsége is. Az egri érsek meghívásának tettünk eleget azon települések polgármestereivel, ahol egyházi iskola működik, valamint Szent István napi köszöntő és tartalmas beszélgetés részesei lehetünk. Augusztus 26-án színvonalas dinnyefesztivált szerveztek a Gazdafarmon, melynek kísérő rendezvénye volt egy autós ügyességi verseny, amely nagyban viseli Ádám János képviselőtársunk és családja, valamint barátai kezemunkáját. Ehelyről is köszönjük ezt a önkéntes tevékenységet. Farkas Andor, városi és megyei képviselő, korábbi roma nemzetiségi önkormányzati elnök, ismert prímás emléktábláját avattuk 26-án délelőtt életútja méltatása mellett. Jászjákó Almán részt vettem az új bölcsőde átadóján 29-én. Szeptember 1-én a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanévnyitóján képviseltem önkormányzatunkat. A Hősök tere 7 szám alatt épült új iskola ünnepés átadóján köszönthettem a megjelenteket, kiemelve a régi és az új épületszárny összhangját. A Jász Múzeumért Alapítvány meghívásának tettem eleget a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnökeként és önkormányzatunk képviseletében a 30. születésnapját ünneplő Redemció folyóirat és alkotói tiszteletére. Szeptember 9-től 11-ig Lancutban, lengyel testvértelepülésünkön képviseltük önkormányzatunkat. Az ottani járás Markova nevű településén a II. Világháborúban a németek által kivégzett Ulma család boldogavatási szertartásán vettünk részt közel 30 ezer ember társaságában. Azt kívánom mindenkinek e helyről, hogy hasonló szörnyűségek, ahol két felnőtt és 7 gyermek életét oltották ki, mert zsidó embereket bújtattak, soha ne ismétlődhessenek meg. Kérem a tájékoztatóm tudomásul vételét. Természetesen, akinek kérdése van ezzel kapcsolatban, várom és szívesen válaszolok rá. Úgy látom, nincs ilyen, akkor
folytassuk. Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést kaptak meg tisztelt képviselőtársaim. Táblázatos formában, viszonylag hosszú táblázatba foglalva találják a jelentést. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. Amennyiben nincs, akkor kérem, fogadjuk el a jelentést. Aki egyetért, kérem, szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk a jelentést. 1/C, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót láthatnak tisztelt képviselőtársaim. Kérdés van ezzel kapcsolatban? Vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem a tudomásul vételét a tájékoztatónak. Kérdések és bejelentések sorához érkeztünk. Ahogy alelnök úr is említette, ő is szívesen válaszol a feltett kérdésekre, természetesen mi is ugyanezt tesszük. Ádám képviselő, parancsolj. Köszönöm a szót, polgármester úr, tiszteletem a megjelenteknek, képviselőtársaknak, a polgármester úrnak is, mindenkinek. Mint ahogy a beszámolájában említette már, ez a 26. autóversenyre szerettem volna kitérni, hogy helyről is hálásan köszönöm mindenkinek, aki közreműködött, mind az önkormányzatnak, aki segített az önkormányzatot illető szervezeteknek, mint a Városüzemeltető Kft.-nek, és minden támogatónak, akik anyagilag is hozzájárultak, hogy ez a színvonalas rendezvény itt megvalósuljon, és innen is jelentem, hogy teljes mértékben biztonságban és problémamentesen zajlott le, és mindenki nagy örömére, főleg az autósport, a technikai sport kedvelők örömére lezajlott igen számos látogatóval. Úgyhogy ezt szerettem volna megköszönni a helyről is. Valamint, hogy a jó dolgoknál maradjunk, a Szabadságút felújításra szerettem volna rátérni, hogy ugyancsak hálás köszönet jár mind a kivitelezőnek, mind pedig az összes közreműködőnek ezért az igazán nagyszínvonalú minőségű útért, mind az aládolgozással, mind pedig az aszfalt minőségével. Én úgy gondolom, hogy egy tökéletes munkát hajtottak végre, és igen, gyorsan, hogy minél hamarabb kész legyen ez az út, hogy ne okozzon problémát a városlakóknak. Egyetlen pici probléma volt az egyik kanyarban, ahol a Szőlő utca éri az utat, hogy ott az útpatkára, hogyha valaki gondolom még nem érezte az útszélét, annyira néha ráment az elején, onnét egy kis kavics besodródás volt az aszfaltra, ami egy kicsit veszélyesé tehette, főleg aki két keréken közlekedik, vagy motorosok számára, vagy biciklisek számára. Ehelyről is szeretném megköszönni azoknak, akik önkéntesen, nem tudjuk, hogy ki, de biztos, hogy közreműködött valaki, akik ott laknak, vagy a közmunka részéről, nem tudom, de felismerték ezt a problémát, lesöpörték egy-két alkalommal ezt a kavicsot onnét vissza a patkára. Úgy veszem észre, hogy közlekedek rajta, én látom, hogy kezd a patka megülni. Én szerintem már, ha mindenki látja, érzi az út szélét, akkor nem lesz ezzel különösebb probléma, de azért erre nem árt egy kicsit az elején figyelni. És a végére hagytam úgymond a rosszabb dolgot, az pedig az örök ló, mondhatnám így lovam, csíkos lovam, a zebra. Tehát itt a műszaki osztály felé kérdezném, hogy tavaly nyár végén ősszel, így az első ülésen volt téma erről, meg utána a következőkön is, hogy a zebra felfestést igényeljük, kérjük, vagy nem is tudom úgy mondjam, hogy követeljük már a KPM-től, hogy lépjenek valamit, mert akkor ez a zebra, ez olyan állapotban volt, hogy nem látszódott. Most azóta ez csak rosszabb lett, tehát ráfesteni nem festettek, és nem tudom, hogy a közútkezelő az meg akarja várni azt, hogy megint az az időjárás legyen, hogy hát most nem fedhetjük majd tavasszal, mert azóta eltelt egy év, de nem festették. Itt van az iskolakezdés, itt az önkormányzat előtt, ahol az ebédeltetésből visszajárnak a gyerekek, a táblát látni, hogy zebra van, de a zebrából nem látni semmit. Tehát szó szerint semmit. Több helyen van ilyen probléma a zebrákkal, ugye, mind a gimnázium mellett is, a Vásártérnél, a 31-esen áthaladó zebrával is, de annál legalább azért egy-két csík látszik, hogy tehát azért könnyebben észreveszik az emberek, az autósok, hogy ott zebra van a táblán kívül magát a zebrát, a felfestést. De itt ez mondom, ez abszolút veszélyes, itt közlekednek a gyerekekkel, úgyhogy ezt valami sürgősséggel, vagy nem tudom, hogy milyen kéne, mert látok néha azért felsejleni itt egy-két ilyen, mi is van kiírva az autóra? Útfigyelés, vagy nem is tudom mi, vagy karbata, nem tudom. Útellenőrzés. Nem tudom, mit ellenőriznek a KPN-nél az úton, de hogyha nem veszik észre, hogy a zebrával ilyen problémák vannak, akkor minek is járkálnak. Hozzáteszem, inkább jönnének ki a körforgalomba, és takarítanák föl, amit a mi közmunkásaink takarítanak, és Jászberényben meg csillog. Most nem akarok vádaskodni, de Jászberényben az összes
körforgalom csillog-villog, nálunk meg kérülnek benne a füvek, meg a virágok, meg minden, hogyha a közmunkások nem takarítják. Tehát van nekik elég dolguk, meg feladatuk, ne az ő dolguk legyen már még ez is. Úgyhogy ebben egy kicsit úgy gondolom, hogy egy ilyen vagy erőteljesebb fellépést, vagy nem tudom, hogy mit, vagy milyen fórumhoz kell elmennünk ehhez, hogy itt történjen valami ebben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény. Parancsolj, György. Még mindig sok a visszajelzés a lakosság részéről a kóborkutyák ügyében. Tudom, hogy volt intézkedés, meg a közterületfelügyelők igyekeznek ezt kezelni, meg minden tőlük telhetőt megtenni ezzel kapcsolatban, de még mindig elég sok a kóborkutya. Tudjuk, hogy mely családokhoz tartoznak sajnos, és ezt szeretnénk, hogyha megoldásra kerülne, vagy legalább kevesebb lenne. A másik a szelektív szigetek környékének állapota, sajnos rossz fényt vet a városunkra. Eddig csak egy-két szelektív sziget volt olyan, aminek már a környékén is elkezdték lerakni az illegális szemetet, viszont most már mindenhol. Már most a homokos sem kivétel, sajnos már most ott is. Hogyha nem tudják használni az emberek megfelelően, a célnak megfelelően, akkor nincs is értelme szerintem, hogy egyáltalán szelektíven gyűjtsük a hulladékot. Legalábbis ilyen formában. És most már nem csodálkozok azon sem, hogy a múltkor ugye téma volt nálunk, hogy egy szelektív sziget megszűnt, nem csodálom, hogy az arra lakók azt kérték, hogy ez szűnjön meg. A Damjanics úton élők jeleztek, hogy a Fabak és a Leo italkereskedések környékén közterületen fogyasztják az alkoholt sok esetben, és a közelben lévő lakatlan ingatlanokat használják mellékhelyiségnek. Ebben nem tudom, hogy tudunk-e segíteni a lakosságnak, de az arra élőknek ez problémát jelent. És olyan jelzés is érkezett néhány lakostól, hogy az orvosi rendelőben vissza lehetne állítani az eredeti állapotot. Tehát ezt a gipszkarton falakat meg lehetne szüntetni. Nagyon szűknek találják így a várókat, és azt kérték a lakosok, hogy ezt állítsuk már vissza, ha lehet, az eredeti várók nagyságát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor, hogy ne legyen olyan nagy tömegű kérdéssor, akkor válaszolnék rá. Ádám képviselő úrnak köszönjük a jelzést. Valóban kell egy bizonyos időszak, amíg a út melletti patkarész betömörödik. Tudjuk, hogy szállópor, egyéb a fű és a rajta haladó járművek fogják ezt megoldani, valamint a csapadék. Köszönjük annak a munkáját is, aki ezt letakarította. A zebrafestéssel valóban föl kell hívnunk azon gyalogátkelő helyeknek a felfestésére a figyelmét a közútkezelőnek, amely hozzájuk tartozik. Kökény Györgyi képviselőtársunk a kóborkutyákkal kapcsolatban akár hetente egyedileg, de több esetben szervezett formában is tesznek a kollégáink, a gyepmester, a polgárőrség, a rendőrség, a közterületfelügyelőink együttes közreműködésével, hogy a kóbor beazonosíthatatlan kóborebeket begyűjtsék. Alapvetően nem az a célja ennek a begyűjtésnek, hogy ezeknek az állatoknak az életét kioltsuk, azonban a felelőtlen jószágtartók miatt ez valóban a városra vet rossz fényt. Egy kóborkutya is rosszul néz ki, nem még 4-5 iskolába menet, vagy éppen boltba menet, követve a tulajdonos vagy gazdáit idézőjelbe. A továbbiakban is folytatni fogjuk ezt a, mondhatom így is, hogy sziszifuszi harcot. Szinte vége láthatatlan, de igyekszünk haladni ezen az úton. Damjanics úton a közterületi alkoholfogyasztással kapcsolatban a szabálysértési kategóriába tartozik a közterületen történő alkoholfogyasztás. A szabálysértési kategóriába tartozó
esetekre, vagy esetek ellen felléphet a közterületfelügyelőnk, valamint a rendőrség. Ők léphetnek föl mind a ketten, folyamatosan fölhívjuk a figyelmet, de ugye minden időpillanatban sajnos nem tudnak jelen lenni ezen a két helyen, de továbbiakban is folytatják ezt a küzdelmet. Orvosi rendelő a COVID kezdetén gyakorlatilag kaptuk ezt az utasítást járás székhely településként és egy viszonylag nagy orvosi rendelőként a be- és kiközlekedés irányait meghatározva, hogy alakítsunk ki egy ilyen előteret. Nem tehetjük meg, hogy ezt az előtérben gipszkartonnal leválasztott területet egyik évben lebontjuk, másik évben újraépítjük, hiszen milliós nagyságrendű dologról van szó. Jelenleg ezt el kell viselnünk, tudjuk azt is mindannyian, hogy a COVID jelenleg is közöttünk van, azonban ugye azt nem tudjuk, én legalábbis nem tudom, hogy milyen intenzitással és milyen mutánsai vesznek részt ebben a emberiség ellen folytatott harcban. Tehát jelen esetben nem tudjuk lebontani ezt a előtérben elhelyezett gipszkartonfalat. Tessenek parancsolni. Kállai képviselő. Köszönöm. Hát a lakosság jelzéseit szeretném ismertetni. A köztéri kukákkal kapcsolatban kerestek meg, hogy kevésnek találják a lakosok, túl szemetesek a környéke, és például mondjuk az aromapékség előtt a Lukas az alja a köztéri kukának. Ezzel kapcsolatban már megkerestem a műszaki osztályvezető urat, és kaptam egy ígéretet ezzel kapcsolatban, hogy beszereznek több köztéri kukát, és azt is valószínű, hogy cserélni fogják, ami ott az aromapékség előtt van. A másik ilyen kérdés volt a lakosság részéről, a biohulladék szállítással kapcsolatban van-e már valami konkrét tervezet a mi településünkön? Illegális szemétlakó helyekkel kapcsolatban kerestek meg ismételt a három utcából, ami most kezd kialakulni, az Erész utcában van egy közterületi rész, füves terület, ahol most kezd kialakulni egy illegális szemétlakó hely. A Borbás utca 30 szám ma szemben lévő ingatlanon is most kezd kialakulni eléggé, és ott a lakók elmondása alapján kint is voltam, hogy elég sok patkány szaladgálott a környéken már a Borbás utca környékén, és a Munkás utcából is kerestek meg ismételten, ahol már régen visszatérően jelen van ez a jelenség, az illegális szemétlakó helyek. A Budai utcából kerestek meg a lakosok ismételten a kátyúzással kapcsolatban, mert járhatatlanak tartják az utcát minőségileg. Postával kapcsolatban kerestek meg, hogy szombati nyitvatartást lenne igény jászapáti lakosság körében. És a Dankó telepről kerestek meg többen, hogy jelen pillanatban nincs járda a Dankó telepen, hogy lehetne ezt valamilyen szinten, hogy járdát létesítsenek a Dankó telepen. A másik a Szlovencsák út javításával kapcsolatban, ezzel is tavasszal is kértem már, hogy a járda javítás mindenképpen igényelne. És az utolsó lenne, az Inonatelepi lakosok kerestek meg az útjavítással, meg fűvágással kapcsolatban. Kaptak állítólag ígéretet még tavasszal, de még eddig nem realizálódott. Köszönöm szépen, ennyit szerettem. Köszönöm szépen. Akkor a köztéri kukára lesz megoldás. Biológiai hulladék átvétele két heti gyakorisággal történik, a zöld zsákos szállítása szerintem megoldott. A hulladék lerakón térítésmentesen vesznek át biológiailag lebomló hulladékot egy-egy háztartásból, most a mennyiségét hagyd ne mondjam meg. Abban az esetben, hogyha érdemben tudja bizonyítani a lakos, az ingatlan tulajdonos, hogy befizette az egyébként esedékes negyedéves hulladékszállítási díjat, akkor térítésmentesen átveszik a biológiailag lebomló hulladékot. Nincs Jászapáti városának erre szabad kapacitása, és tudja mindenki, képviselőtársaim is, hogy forrása sincs erre külön Jászapáti városának, hogy mi oldjuk meg mindenki helyett a hulladék elszállítását. Erre alapított a 33 önkormányzat annak idején a Régiókom Kft-t. A Régiókom Kft. Ellátja a feladatát szerintem jó minőségben, akár a
kommunális hulladék, akár a zöld hulladék, vagy a csomagolási hulladékok elszállítása területén is, hiszen a beígért időpontokban egy-két havária helyzet kivételével mindig viszik a hulladékot. Kökény Györgyi képviselőtársamnak elfelejtettem az előbb a szelektív szigetekkel kapcsolatban elmondani, hogy ugyan van házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, ahol a csomagolási külön gyűjtött hulladékokat gyűjtjük, azonban műanyag zsákokba üveget nem szabad belerakni, hiszen ez balesetveszélyes. Az üveget mindenképpen külön kell gyűjteni, ezért ugye nem az a célra vezető, hogy megszüntetünk ilyen szelektív szigeteket, hanem a szelektív szigetekre hordott idegen anyagnak a odaszállítását próbáljuk megakadályozni. Segítségünkre van ebben már a Városüzemeltető Kft. Is, a informatikusunk is, hiszen nem mondom meg, hogy mikor és hol, de kamerákat szereltünk föl, és van már néhány esetben eljárás is ezzel kapcsolatban. Reméljük, hogy ez a hosszú, viszonylag hosszú folyamat, ez majd eredményre vezet a végén. Az illegális hulladék lerakással kapcsolatban én arra kérek mindenkit, ahogyan hozzám is jönnek idősebb hölgyek, mert a hölgyek figyelmesebbek ezen a területen, hogy ő a spajz ablakából látta, hogy ki és mikor tette le a hulladékot. Ő onnan látta, hogy valószínű valamilyen más jellegű üzletkötés folyik. Én azt szeretném kérni minden lakostól, aki jelzi ezt képviselőtársaim irányába, hogy illegálisan raknak le hulladékot, minden telefon, mindenkinek 2-3 van. Egyiket villancsuk már meg, hogy lefényképezni, azt a rendszámot elküldeni. Nem fogja senki nyilvánosságra hozni a beküldőjének a nevét. Nagyon, nagyon nehéz így, mert elmegyünk 5 métert, vagy 10 métert, már elkezdik a szelektív szigetek köré is a hulladékot lerakni, amit a mi embereink akár kis terautóval, akár lovaskocsival elszállítottak onnan. A kátyúzás folyamatos. Épp ma rendeltünk egy újabb szállítmány hidegaszfaltot, amit még ezen az őszi időszakban be fogunk dolgozni. Jelenleg a Damjanics út és a Kossuth-Lajos út közötti területnek a kátyúzása van folyamatban, valahol, valamint a patkajavítás, ahol erre szükség van. Ahogyan korábban tettem ezt a Gyöngyvirág utcai ABC-vel kapcsolatban is, érdeklődtem a tulajdonosnál az esetleges újranyitás érdekében. Ugye azt a választ kaptam korábban is, és most is, hogy nem termelte ki azoknak a dolgozóknak a bérét sem a Gyöngyvirág utcai ABC. Én úgy gondolom, hogy nagyon biztos lehetne változtatni azon, hogy milyen módszerekkel kezelnek egy üzletet, biztos lehetne változtatni az árukészleten, az árubőségen, de igazából szezonális jelleggel volt nagyobb forgalma ennek az üzletnek, és nem tudta kitermelni már a energia és a bér költségeket. Ugyanezt tudom mondani, pontosabban azt tudom mondani a postával kapcsolatban, hogy fölveszem a kapcsolatot a helyi posta vezetőjével, és rajta keresztül a posta központtal majd, hogy milyen lehetőséget látnak a szombati, akár félműszakos nyitvatartásra is. Járda a Dankón. A Táncsics út a csapadékvíz elvezető árkaiból most fölszedtek nagyon sok ilyen mederlapot, ilyen 40x40-es vagy 50x50-es mederlapot, amelyet kinn a réparakodónkon tárolunk. Én kértem a közfoglalkoztatásban dolgozókat, hogy abból szedjék ki ezeket az ép járdalapokat, és már mindjárt van is helye ennek a járdalapnak, amit el tudnánk helyezni a Dankó telepen. Az Ilona telepre a fűnyírás az folyamatban, vagy edzőasszony is erről tájékoztatott ma. Volt még közben egy kérdés a képviselő úrnak.
Igen, a járdajavítás. Erre mondtam, hogy korlátozottak a lehetőségeink. Minden olyan lehetőséget megragadunk, amihez önkormányzati önerőkkel, de pályázati forrásból megvalósítható. Nézzük korábban a Bercsényi utat, nézzük most a Szabadságutat, nem sokára el fog indulni majd külterületi útjavításaként a szennyvíztisztítóhoz vezető útnak az aszfaltozása. Minden olyan lehetőséget megragadunk, amellyel komfortosabbá tudjuk tenni a városban élőknek az életét. Remélem, hogy erre a dr. Szlovencsák Imre úti járdára is majd sort tudunk keríteni. Köszönöm szépen, további kérdés van. Boris képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Itt előbb említetted a strandábécés megkeresést a tulajdonos irányában. Továbbra is keresnek ezzel lakosok, hogy az a terület ellátatlan ebből a tekintetben, hogy vegyesbolt hiánya azon a környéken igen nagy gondot okoz, főleg az idősebb lakosoknak, hogy nagyobb, hosszabb utat kell nekik esetleg megtenni, hogyha a városközpontig kell bejönni. Ezt most itt csak azért mondom el megint nyomatékosítva, hogy hát, ha nézik azok is, akik illetékesek ebbe az ügybe, hogy tényleg szükség lenne ott egy akár csökkentett belmérettel, egy kisebb személyzettel, vagy valami megoldást találni arra, hogy az ott azon a környéken élő lakosok ellátása is megoldódjon, mert ez folyamatosan keresnek bennünket ezzel a problémával, hogy ezt tartsuk napirenden, amíg nem történik valami megoldás ebben az ügyben. A másik szerintem is jó ötlet, hogy a csütörtök és a szombati piacnapokon bent a piac téren lehetne zöld és sárga zsákokhoz hozzájutni, mert az ugyan tudjuk, hogy a kinn a Városüzemeltetők Kft-nél lehet ezeket beszerezni a lakosságnak, de szerintem ezen a csütörtöki szombati piacnapon bent ott a városközpontban, hogyha lehetne könnyebben hozzájutni, ez annyira nem is kivitelezhetetlen az én gondolatom szerint, és sok mindenkinek könnyebbséget jelenthetne szintén a városüzemeltető városszéli elhelyezkedése miatt, ami engem is a postával kapcsolatban szintén megkerestek, kóborkutyák szintén, és szerintem már a biohulladékkal kapcsolatban ugye a polgármester úr, nem a zöld hulladékról beszéltünk, hanem lehet, hogy a lakosok tájékozottabbak, mint én, hogy január 1-től valami más módon kell gyűjteni a lakossági hulladékot, ami biohulladéknak számít, tehát az szerves anyagot. Ezt én nem tudom, csak hogy ezzel kapcsolatban érdeklődtek nálam is, tehát ha gondolom, akkor a képviselőtársamnál is valami ilyesmi volt a kérdés. Tehát nem a zöld hulladékot, hanem a biohulladékot. Ez volt még, ami fölmerült a lakosság részéről. Köszönöm szépen. Erre most nem tudok válaszolni, hogy a zöld és sárga zsákot lehet a városüzemeltető munkatársainak osztani. Gyakorlatilag ugye annak fejében kapunk zöld és sárga zsákot, amennyit mi kiteszünk a közterületre is elszállítanak. Én úgy gondolom, és ezt fogom majd képviselni akár a régiókom társulás, valamint a Kft. Ülésein is, hogy ha lehetőség nyílik rá, pályázati forrásból szerezzünk be kukákat, és minden háztartáshoz juttassunk el olyan kukákat, amelyben a szelektív csomagolási hulladékot el tudjuk helyezni. Ez megoldaná azt a problémát, hogy ne kelljen súlyos 10 milliókat fizetni évente a zsákok legyártásáért, amely egy utas kikerül a hulladéklerakóra, egy zsákfeltépő rendszeren keresztül kerül a válogató szalagra, tehát ez ennyit élt, egy órát élt ez a zsák sajnos, és igen jelentős terhet ró a Régiókom Kft-re. Ennél sokkal jobb lehetne a kuka, de ez még függőben van, szeretném ezt a oldalt képviselni. A Régiókom Kft-t megkérjük, hogy egy lakossági tájékoztatót küldjön nekünk a megváltozott biológiailag lebomló hulladékokkal kapcsolatban, és akkor ezt meg fogjuk jelentetni a honlapunkon és egyéb
elérhetőségeken. Képviselő vagy elnök úr, tessék? Nekem igazából kettő kérdésem lenne a Dankó utcával kapcsolatosan. A örök téma a fürdő, mosó, konténer. Mert évelején ígéretet kaptunk arra, hogy körülbelül augusztusra működni fog. De többen jeleztek, hogy ugyanúgy van, ahogy amikor az ígéretet kaptuk. A másik kérdésem az lenne, hogy az Ilona telepen, ahogy a második hídnál lemegyünk, ami megy az Ilona utcába, bal oldalt van egy életveszélyes épület, tehát ikerépület. Annak a túlsó felébe él egy család. A előső része az teljesen le van romolva. Tehát attól lehet félni, hogy este vagy napközben ráomlik a családra az a ház. Azzal mit lehetne tenni? Köszönöm szépen. Ugye azt tudom mondani, és jelen állapot szerint nem tudok mást mondani, mint amit a legutóbbi feltett kérdésre válaszoltam a Dankón lévő konténerrel kapcsolatban, hogy biztos vannak igényes emberek, akik szeretnék ezt használni, de vannak igénytelen emberek, akik csak rombolni tudnak. Egészen a vízóra aknából az összes szerelvénnyel együtt a vízórát ellopták, akkoriban megtettük a feljelentést, nyomozás folyt az ügyben, nem tudom, hogy lezárták-e már azóta a nyomozást, meg fogjuk kérdezni. Kérem a műszaki osztályt, hogy nézze meg az Ilona utcai ingatlannak a tulajdonosát, és ugye ezzel kapcsolatban jó karbantartásra lehet kötelezni a tulajdonost. Ez a jó karbantartási kötelezés az azzal is járhat, hogy lebontja az ingatlant és megszünteti az életveszélyt vagy a balesetveszélyt. Tehát ennek utána fogunk járni. Köszönöm szépen. További kérdés van. Andrássy képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Én is szeretném megköszönni, hogy ilyen gyors és minőségi munka folyt a Szabadságúton. Meg szeretném kérdezni, hogy sebességkorlátozás esetleg lesz-e ezen a jó minőségi úton, mert ezt fogják használni az emberek, és hát ugye eddig a akadályok miatt nem sikerült, hogy esetlegesen ez majd megoldható lehet-e, valamint a Petőfi Sándor útnak a kerékpár útján ugye régóta a probléma, hogy repedések nehezítik járókelők mindennapos életét, és hogy ez elindult egyszer ezeknek a gyalulás simítása, hogy ez folytatódik-e a közeljövőben, valamint a csapadékvízelvezetők ezeken a részeken is nagyon sok helyen el van tömődve, vagy nagyobb lezúduló esőzés történik itt az őszi időszakban, akkor nem fognak ezek lefolyni, valamint állni fognak az úton, ami a utak minőségét fogja majd roncsolni, valamint a piaci parkolókon az út a festésségnek a megerősítése szükségessé vált, és szerintem ezt is akik arra járnak, biztos, hogy igénybe vennék a baleset elkerülése miatt. Köszönöm szépen ennyi kérdést. Van Jászapáti városának egy közlekedési terve, amelyet bizonyos időszakonként, amikor új utakat építünk, vagy forgalmi rendváltozás következik be, gondolok itt utcák egyirányúsítására, akkor ezen a terven egy közlekedésmérnök segítségével át kell vezetni, és ezt a képviselőtestületnek el kell fogadni. Vannak gyűjtőútjaink, és vannak egyéb települési közutaink. Ezek közé, a gyűjtőutak közé tartozik a Szabadságút, a Lehel út, a Lados út, a Nyárfás út, ahol ilyen jellegű korlátozásokat nem tudunk bevezetni, sem sebesség, sem súlykorlátozást, hiszen valahol el kell, hogy tudjuk vezetni a nagyobb terhelésű járműveket is. Az, hogy ki milyen gyorsan használja, én úgy gondolom, és én ezt tapasztalom, mert nincs olyan nap, hogy nem mennék a Szabadság utcán végig, valamint a Nyárfáson. Nagyon kulturáltan közlekednek rajta az emberek.
Úgy gondolom, hogy élvezik a útnak a jó minőségét, és minél több időt kívánnak rajta tölteni. Kerékpárút melletti csapadékvíz elvezetést, vagy elvezető folyókákat rendszeresen takarítják a közmunkában dolgozók. A mai nap folyamán szóltam épp, hogy szállítsák el onnan a kitermelt hulladékot, füvet, földet és egyebet. Sok esetben, hogy a telekre történő bejárást megkönnyítsék, voltak, akik elzárták a nagykapujuk irányából a folyókát, ezzel okozták a legnagyobb problémát, hiszen úgy gondolom, hogy ezen a folyókán még egy alacsonyabb építésű járművel is át lehet haladni. Valóban a egyben megépített kerékpárút hőmérséklet ingadozása miatt a természetes dilatáció az kialakult. Erre egy pár éve hoztunk Jászberényből, vagy hoztak a közmunkába egy gépet, amivel lemarták a föltorlódott repedésszéleket. Valószínű meg kell ismételnünk, vagy van még egy lehetőség, hogy mindenütt át kell vágni, és újra kitölteni olyan anyaggal, ami ezt a hőmérsékletváltozást tudja követni. Nem tudom, a piacnál a piactéri parkolóhelyeknek a felfestésére gondoltál? Van. Igen. Ez önkormányzati tulajdon, műszaki osztályvezető urat kérem, hogy nézzenek utána ennek a dolognak. Köszönöm szépen. További kérdés van a képviselőtársaim? Akkor haladjunk tovább. Következő napirendi pontunk, rendeletmódosítás. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 második hó 16 számú önkormányzati rendeletének módosításáról szól az előterjesztés. Pénzügyi bizottságunk tárgyalta, elnök úrnak a véleményét kérem. Teljes létszámból ülésezett határozat képes volt, és 5 igen szavazattal elfogadja a 2023. évi költségvetésre szóló rendeletmódosítást. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimnak van-e kérdése ezzel kapcsolatban? Vélemény? Ahogyan a pénzügyi bizottság ülésen is elmondtam, köszönöm szépen anyagot összeállítóknak az alapos munkáját, kifejezetten pénzügyi osztályvezetőasszonynak, és az ebben közreműködésük, vagy közreműködőknek a munkáját. Akkor kérem, hogy aki el tudja fogadni a rendelt módosítást, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk a rendelt módosítást. Második, Jászapáti Városi Önkormányzat képviselőtestületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019 5. hó 21-én kelt önkormányzati rendeletének módosításáról szól az előterjesztés. Több ok miatt is hozzá kellett nyúlnunk ehhez a rendelethez. Egyik a kormányhivatalunknak a törvényességi felhívása alapján, hiszen azt a jó indulatot, jó szándékot gyakorlatilag picit kifogásolták, amellyel mi a bérlőink irányába élünk, de természetesen figyelembe kell vennünk minden olyan közbülső intézkedést, jogszabályváltozást és a törvényességi felhívást is, amely ennek a rendeletnek a módosítását eredményezte. Az, hogy mennyiért adunk bérbe egy szociális bérlakást, az, hogy mennyiért adunk bérbe egy üzleti alapon egy bérlakást, valamint hogyha elidegenítésre, tehát eladásra kerül sor, akkor milyen alapelvek mentén járjunk el, ez is szerepel ebben az előterjesztésben, milyen önkormányzati kedvezményeket adhatunk és adunk jelenleg, ennek a mértékének a változásáról is van szó ebben a rendeletmódosításban. Pénzügyi bizottságunk is tárgyalta. Az önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság. Köszönöm szépen. Kérdés van a képviselőtársaim? Vélemény? Amennyiben nincs, akkor fogadjuk el a rendelet módosítását. Köszönöm szépen. 8 igen szavazattal elfogadtuk. Előterjesztések.
Tájékoztató Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről. Gyakorlatilag kéz a kézben jár az előző rendelet módosításunkkal. Részletesen taglalja a pénzügyi terv első féléves teljesítése azt, hogy milyen táblázati sorokon milyen változások történtek, valamint hogy milyen mértékű a teljesítés egyes fő sorokon. Itt is köszönöm a pénzügyi osztálynak és pénzügyi osztályvezető összönnek a munkáját. Alapos és úgy gondolom, hogy átlátható anyagot találunk, vagy tartunk a kezünkben. Pénzügyi bizottságunk tárgyalta. A határozati javaslatot egyhangulag elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság. Köszönöm szépen. Kérdés van-e, képviselőtársaim? Amennyiben nincs, akkor fogadjuk el a pénzügyi terv első fél éves végrehajtásáról szóló jelentést. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk. Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. év első fél évi gazdasági tevékenységéről. Én vagyok ugyanaz előadója, de itt köszönthetem ügyvezető urat ismételten, és kérdezem, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásba foglaltatat. Jó napot kívánok, tisztelettel üdvözlöm én is a megjelenteket. Kiegészíteni nem kívánom, itt a szöveges beszámolóban is összegeztem a táblázatok egyes eredményeit, illetve a Kft. Első fél éves összeteljesítményét. Kérdés esetén készséggel állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, pénzügyi bizottságunk tárgyalta, elnök úr. Köszönöm szépen, a határozati javaslatot egyhangulag elfogadás javasolja a pénzügyi bizottságunk. Köszönöm szépen. Igaz, hogy fél éves értékelésnél tartunk, majd a jövő év májusáig elkészített mérlegbeszámoló fog valós és teljes képet adni a Kft. Működéséről, de láthatjuk a javuló tendenciát, annak ellenére, hogy a júniusi időjárás nem éppen kedvezett a strand működésének, de ugye látható, hogy nem egy lábon áll a gazdasági társaságunk, van a vásár, a piac üzemeltetés, a temető üzemeltetés, a kemping, és így tovább, valamint önkormányzatunknak is város üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat is végeznek el. Úgy gondolom, hogy jó színvonalon és megfelelő eredményességgel. Reméljük, hogy ebből a viszonylag kismértékű eredményből egy nagyobb mértékű eredményt fogunk tudni majd kihozni. Köszönöm szépen a munkájukat. Kérdés van-e, képviselőtársaim? Vélemény? Aki el tudja fogadni a beszámolót, kérem szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk a beszámolót. Harmadik előterjesztésünk a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról szól az előterjesztés, amely a 2024-es évre vonatkozik. Jegyzőasszonyt kérdezem, hogy kívánja kiegészíteni. Köszönöm. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló fiatalok támogatására létrejött ösztöndíjrendszerhez az önkormányzatunk az idei, illetve a jövő évben 2024-ben is csatlakozzon. Ehhez kérnénk a tisztelt képviselőtestület támogatását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Oktatási bizottságunk is tárgyalta, elnök asszony. Köszönöm szépen, ugyanígy a pénzügyi bizottságunk is tárgyalta. Képpen a ösztöndíjrendszer csatlakozásáról szóló határozati javaslatot támogatja a pénzügyi bizottság is. Köszönöm szépen, kérdés van a képviselőtársaim? Vélemény? Aki el tudja fogadni a csatlakozást, kérem szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk. Jászapáti Városi Önkormányzat beszerzési szabályzatának módosításáról szól az előterjesztés. Igazából a beszerzési szabályzatunk minden olyan jogszabályi hivatkozást tartalmaz, amely alapja annak, hogy hogyan és milyen előkészítést követően, milyen jogszabályra történő hivatkozással történhet egy-egy beszerzés önkormányzatunknál, valamint a polgármesteri hivatalban, abban az esetben, amikor nem érjük el a közbeszerzési értékhatárt.
ezt szabályozza a mi közbeszerzési, vagy pontosabban beszerzési szabályzatunk. Szerintem teljesen világos, és hogyha jogszabályi hivatkozásokat megnézzük, akkor egyértelművé is válik, hogy hogyan kell eljárni ezen beszerzések esetében. Pénzügyi bizottságunk tárgyalta. A bizottság elfogadásra javasolja a módosításokat. Köszönöm szépen. Kérdés van-e képviselőtársaim? Vélemény? Aki el tudja fogadni a beszerzési szabályzat módosítását, kérem szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk. 5. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011, 12. 31-i kormányrendelet alapján teljesítendő vezetői nyilatkozat elfogadásáról szól az előterjesztés. Ezen napirendi pont előadója bírónő dr. Boros Anikó jegyzőasszony. Köszönöm, tisztelt képviselőtestület. A kormányrendelet által meghatározott vezetői nyilatkozatot a polgármester az árszámadási rendelet tervezetével együtt minden év május 31-ig terjeszti a képviselőtestület elé. Ennek a pótlása történik most meg ebben az előterjesztésben, illetve határozati javaslattal. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezen vezetői nyilatkozattal pótoljuk az elmaradásunkat. Pénzügyi bizottságunk tárgyalta. Köszönöm szépen, a pénzügyi bizottság a határozatai javaslatot támogatja. Köszönöm szépen, kérdés van-e képviselőtársaim? Vélemény? Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk a napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatot. Köszönöm szíves együttműködésüket, az aktív részvételt, és ezennel a nyílt ülést bezárom, majd ezt követően egy 10 perc szünet után folytatjuk a zárt üléssel.